Dr. Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztésért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a Kárpát-medencei óvoda átadási ünnepségeken vett részt Tordán, Kolozsváron és Dézsen. A program 5 esztendővel ezelőtt indult. A cél összesen 4 kormányhatározatban, 4 lépcsőben, 179 új intézményépítése a Kárpát-medencében és 776 felújítása. Ebből Erdélybe szabatott 103 új intézmény és 376-nak a megújítása, utóbbiak zöme már el is készült. Egyébként is, ha hozzáveszünk azt, hogy több mint 400 helyen vagy egy komoly didaktikai fejlesztőcsomagot, vagy pedig játszóteret építettünk, és nem is beszélve a továbbképzésekről, a humán erőforrás fejlesztő programokról, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy döntő beavatkozás volt az óvodák és a bölcsődék világába. És tesszük mindezt azért, mert úgy látjuk, hogy az elköteleződést az anyanyelvi és a kultúra iránt a mesevilágon keresztül lehet leginkább megszerezni. Sokan kérdezik, hogy mikor vagyok magyar, én azt gondolom, hogy akkor, hogyha magyarul tudok álmodni. Akik évtizedeket külhomba éltek, zömében, nyugaton, Amerikában, azok 20-25 év után kezdtek csak el angolul álmodni, akik nagyon beépültek az ottani társadalmukba, és öregkorukra újra magyarul kezdtek álmodni. Én azt gondolom, hogy ezek a tudat alatti, tudat mögötti megalapozódások itt a magyar óvodákban, Erdélyben és szerte Kárpát-medencében, ha megtörténnek, akkor mi célt értünk, és persze bízunk abban is, hogy minden magyar gyermek, aki magyar óvodába akar járni, ebbe beleértem a vegyes házasságokba született gyermekeket is, lehetőséget nyújtunk ahhoz, hogy jobb körülmények között alaposabb nevelői munkával jobban felkészítve a vélhetően magyar iskola választásra. Ez egyaránt a céljaink közé tartozik. Kató Béla református püspök mondott áldást az Erdélyi Református Egyházkerület tordai óvodájának avató ünnepségén. A tordai óvoda 2 bölcsődei és 2 óvodai csoportnak, azaz 70 magyar gyermeknek fog magas színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani. Egy új magyar bölcsőde és óvoda a jövőt jelenti. A tordai magyarság számára természetesen. Ez nem kérdés. És örömmel fogadtuk a felajánlást, hogy magyar állami támogatással az egyházkerület bölcsődét, illetve óvodát építene, és erre a legalkalmasabb a parókiának a nagy kertje volt, hiszen annak idején az 1800-as évek második felében a parókus lelkipásztornak a rózsakertje volt itt a parókia kertjében, és hát ennél alkalmasabb hely nem létezik arra, hogy a mai kis rózsák itt növekedjenek, és itt induljanak el az életre. Ezért is gondoltuk, hogy rózsakert nevet adunk az óvodának. Mit jelent tulajdonképpen Torda magyarságának jelen pillanatban, hogy itt egy új magyar óvoda és bölcsőde nyílt? Hát ez nagyon fontos volt, főleg a fiatal szülők számára, akik gyereket vállalnak, hogy van egy hely, ahova elhozzák. Tordán nagyon kevés a bölcsőde, a román gyerekeknek se jut hely, és akkor a magyar gyerekek külön bölcsődébe járhatnak. Ez egy nagy áldás nekünk magyaroknak és az itteni szülőknek. Úgyhogy megoldódott egy helyzet, ami miatt nagyon sok fiatal nem maradt Tordán, hanem elvándorol. De most, hogy a kolozsvári lakások nagyon drágák, egyre többen költöznek Tordára, ahonnan be tudnak járni dolgozni Kolozsvárra, és a gyerekeiket biztonságban tudják, mert van egy bölcsőde, van egy óvoda, van egy iskola, ahol tanulhatnak. Hány magyar gyerek él Tordán, vagy milyen arányban tudnak ők oktatáshoz jutni tulajdonképpen? Hát a magyar gyerekek amblok oktatáshoz tudnak jutni a Jósika Miklós elméleti liceumba. Eléggé lecsökkent az utóbbi időben a gyerek létszám, nem csak Tordán, hanem mindenhol az országban. Torda is egy aránylag elöregedett város. Reméljük, hogy lassan meg fog változni, és a gazdaság fellendülésével, a tanügyi intézmények fejlődésével egyre többen visszatérnek, itt maradnak, és akkor a tordai magyar közösség számban is növekedni fog.
A tordai óvoda után az Erdély Református Egyházkerület kolozsvári Tóköz óvodájának avató ünnepségére került sor. A 370 négyzetméternyi felújított ingatlanban közel 61 gyerek ellátása biztosított. Illetve Dézsen is felavatták az Erdély Református Egyházkerület Dézsi óvodáját, az új építésű 732 négyzetméteres ingatlanban két óvodai és egy bölcsődei csoport lett kialakítva. Így az intézmény 55 magyar gyermek ellátását biztosítja. Egyházunk parancsot teljesít, hiszen az Úr Jézus arra hívja fel a figyelmünket, hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká minden népeket. Hát ha a gyermekeinkre gondolunk, ők a mindenünk, és nekünk ugyanúgy, mint a madár átadja a fiainak, nekünk is mindent át kell adnunk. Azzal, hogy a saját intézményünkben nevelhetjük őket, ezzel hát van lehetőségünk, hogy mindent megtegyünk az ő nevelésükért, és ha egyszer majd el is mennek tőlünk messzévre is, akkor is hisszük azt, hogy ezek az évek nem múlnak el nyomtalanul, és mindig bizonyságot tudnak tenni arról, amit itt kaptak tőlünk. Itt tulajdonképpen egy új jövőről beszélünk, 30 óvoda nyílik Erdély szerte. Hát sokkal több, de a Református Egyháznak ennyi, amit felvállaltunk egyelőre, és enélkül nincs jövőtervezés. Ha az ember az alapokat nem tervezi meg, és nem indítja el, akkor nem beszéltünk egyetemről, és nem beszéltünk semmi olyan jövőképről, amit mi azt mondjuk, hogy megmaradás, önazonosság, és hát helyben maradás itt ezen a földön. 48 ezer gyermek járt a program előtt magyar óvodákba, egy részméréssel 54 ezerre növekedett ezek száma, és mi szeretnénk a demográfiai tények és az elvándorlás tényei ellenére 60 ezer főre növelni a magyar óvodákba járó gyermekek létszámát, és több helyütt azt látjuk, hogy megjelent az a jelenség, hogy a többségi nemzet és a vegyes házasságokból is nagyobb arányban íratják be magyar óvodába a gyermekeket. Kárpátalján ez már egy évek óta tartó trend, Felvidéken, Szlovákiában az elmúlt két évben jelent meg ez a jelenség, és abban bízunk, hogy különösen a nagyvárosokban, akár itt Tordán, Kolozsváron, Désen, tehát a nagyvárosi szorványban, ahol a legveszélyeztetettebb a magyar népesség az asszimiláció fenyegetésétől, hogy ott is sokan rájönnek arra, hogy a magyar óvodába érdemes íratni a gyermeket, akkor is, hogyha kettős identitással rendelkezik.